valószínűleg törése van. És mit csinált vele? Hát rögzítettem a lábát. Segítségnyújtás a bajba jutott katonatársnak, futásgépfegyverrel, légpuskalövészet. Most szerencsére nem éles helyzetben, hanem az országos haditorna versenyen résztvevők hajtottak végre különféle katonai feladatokat a Bregyóközi Sportcentrumban. Három találat. Egy-egy gyakorlatnál szellemi és fizikai felkészültségre is egyaránt szükségük volt a diákoknak, erre külön hangsúlyt fektettek az iskolai tanórákon. A techi órák elég kemények, külön közelharcedzések hasonlók, ott is kapjuk a fizikai terhelést rendesen, úgyhogy külön esetleg szakkör keretén belül nem készültünk fel. De oda tesszük magunkat, és techiórán erre viszont külön kitértünk mindig, hogy mi megyünk haditornára, úgyhogy ilyesmi, tehát futás, hasonlókra nagyon ráfókuszáltunk. Az Árpád Technikum tanulói közül akadt olyan is, aki már nem először vesz részt a megmérettetésen. Márk a tavalyi hibáin felbuzdulva jelentkezett a tornára. Idén csupán egyetlen célja volt a győzelem. Mentálisan volt egy jó kis 40 kilométeres túra, amin segített így felkészülni. Nagyjából nekem ennyi volt az ilyen felkészülés. Inkább mentálisan készültem fel erre. Az évekre visszanyúló, immár hagyományosnak számító versenyre 14-18 éves fiatalokból álló 4 fős csapatok jelentkezését várták, amelynek feltétele volt idén, hogy egy lány is legyen közöttük. A feladatok évről évre hasonlóak, azonban olykor-olykor kihívást jelentenek a fiataloknak. Föl vannak rá készülve, tehát alapvetően fizikai vagy egyéb kihívás számukra ez nem jelent. Nyilván vannak, mikor főleg az időjárás körülmények esetleg nehezítik a versenypálya teljesítését, de jól szokták érezni magukat, és végig teljesíteni tudják a távokat. A szerdai napon a legjobbak éremmel és serlegekkel gazdagodhattak, a 13 csapatból pedig az első helyezett képviselheti majd megyénket az országos döntőben.